ce Armar trebuie să degajeze și o face destul de bine. Alexe la un pas să intervine. Varga. Selin. Corhut, dribling frumos în fața lui Matei, intră în zona centrală, scoate pentru Mihelic, Mihelic în careu, Mihelic, e 2-0. Rene Mihelic, slovenul celor de la Debrecen, iată-l, ce acțiune, minutul 21. Reușește Mihelic să rămână pe picioare, a fost atacat din spate. Însă rezistă acestui atac, sunt aceste pase venite între cei doi fundași centrali. Hát ez bizony fej volt. Nézzük meg még egyszer. Hát ez akárhányszor nézem, most a másodszor láttam, ez benézte a játékvezető. Vagy az én látásom rossz, Mihelic. Belövi. 2-1. 11-es háború alakult ki az első félidőben. Debrecenben mind a három 11-es értékesítve, csak hát kettőt lőtt a videóton, egyet a Debrecen. Hát minden esetre érdekes büntetőt kapott a Debrecen. Kell vigasztalni, majd ha lesz időm, megteszem. És a szabadrugás kiváló pozícióból jár. 17 méter. Mihelic, ez benne van, gól! Ezt már nem hibázza el René Mihelic, aki az első félidőben még egy picit tévedett. Aztán most az órájára néz, és azt mondja, hogy itt a legfőbb ideje, hogy megszerezze a vezetést a Debrecen. Remek szabadrugás. René Mihelic góljával megtörik a jég, és vezet a Debrecen. Majdnem 100. Egy hét múlva egyébként a Pécs Mezőkövesd és a Debrecen Újpest mérkőzés lesz. Családbarát találkozó. Itt kettőt szombaton közvetítjük majd. Szidibe. Kulcsár. Kulcsár. Nagyon-nagyon okos labda volt középre. Mihelic pedig elcselezi, aztán visszakerül hozzá, és gól. Frésinger szúrta el Mihelic góljával, újra vezet a DVSC Teva. Gyakorlatilag Frésinger lábán ott volt a labda, itt Struhárt láthatjuk, és Mihelic valahogy begyötri. Hát ezt ajándékba kapta a Debrecen, nem mint hogyha Mihelicet meg kéne ezért róni, hogy ő próbálkozott. Itt érdemes figyelni, tehát Kulcsár nagyon okosan visszapasszolja, de nézzék meg, ott van Frésinger lábán. Hát azt hiszem, hogy ennél közepebbről és ennél közelebbről nem lehet szabadrugást lőni. 16 méter 47 centi, és pontosan a kapu középvonalánál a labda. René Mihelicnek van már szabadrugás gólja, és ott az újabb! A győri Eto elleni találatát követően most csavarint egyet a Kecskemétnek is. 3-0, és így, hogy már emberelőnyben is van a Debrecen, alig, ha nem zsebben a három pont. Konnár Selemér még külön kihívja gratulálni a szlovén. A szlovén René Mihelic még nem szerzett gólt a magyar bajnokságban. Most megpróbálja szabadrugásból, ha mindenki jó helyen lesz. Megongult még egyszer figyelmezteti Kassai. Hatvanadik perc. Mihelic! Gól! Megvan az első gólja a magyar bajnokságban. Semmit nem látott az előtte tornyosuló játékosok Tolubas Kamenár. 2-2. Mihelic rugó technikájának köszönhetően egyenlít a DVSC Teva.
érezhető volt, hogy nagyon veszélyes helyről jön a szabadrugás. Вчера умре очевидно дойде като шок за Левски. Беше се изтеглил Базил де Карвалио на тъч линията, за да поиска топката. Росен Колев веднага до него. Изкара го от централната зона на защитата Базил де Карвалио. Росен Колев явно ще се грижи за опазването на централния нападател на Левски. Сега имат претенции за засада от тима на Черно море. Няма обаче фак и резултатът е изравнен 1-1. Какъв матч само! В 12-та минута състава на Левски възстановява равенството. Имаха претенции за засада от тима на домакините. Сега и жълт картон в ръката на Ивайло Стоянов. Той е за Росен Колев, който продължава да репликира Ивайло Стоянов. А ние чакаме с интерес повторението. Георги Иванов също му изразява своето недоволство. Спори с Веселин Мишев, асистент рефера. Гледаме внимателно. Кердеш Мияли, че талая капут майд. Mihelic szabadrugása, remekül jött, és Balajc a harmadik védése. De hogy nem elégedett, finoman szólva sem az egészen biztos. 82. perc, a felső lécről jön ki Mihelic szabadrugása. Mert Korhut is ott van a labda mögött. 93. perc tehát, Mihelic a kapufára. És Nikházi takarítja, kipattan. Ő tekert a sorbal fölött a hálóba. Mihelic, ezúttal is, de mellé! Hát ez nem a kapuson Devlinen múlott. Kiváló pozícióból jár. 17 méter. Mihelic, ez benn van gól! Ez már nem hibán. A kapu középvonalánál a labda. Rene Mihelicnek van már szabadrúgás gólja, és ott az újabb! A győriek... 60. perc. Mihelic! Gól! Megvan az első gólja a magyar bajnokságban! Mangolás a sorfalon. És akkor el lehet végezni, 13. perc. Jó lövés, mikorát védett! Rajic, te jó ég! Рене Михелич за топката. Чухме и сигнала на Спасов. Изстрел към вратата на Божидар Митрев. Не беше много сигурен в... Балок. Михелич яца това. Гуадла и раняба. Гуадла и Салаи. Та висса Корхутик паттан. Сакай. Михелич ме тут фордулни. Тиса Юачел. Ott a helyzet! Hullék Jovanovic jól kezelte le, egy az egyben a védőjével, tovább teszi Mihelic. Ez is jó passz, nincsen les, Tisza elfekteti a védőt, és nincs! Ott volt Vinicius, és utána menteni tudott a fehérvári védelem. Megvan a labdaszerzés közben debreceni részről, Balog emeli be a labdát, Vinicius beáll elé, és így aztán biztos. És ha jó a meccs, akkor szinte észrevétlenül repül az idő, Korhut. Mihelic, nincsen les. Nagyon mélyen a kapuja előtt a 16-os környékén védekezik az MTK. Mihelic beemeli, Lázár elesik. Nincs 11-es. Ez egy jó megelőző szerelés, aztán eladja viszont Szokol. Szidibének ott van még a lehetőség, Szidibe, és csak berúgja. Mihelic visszakapja Kulcsártól, és aztán elindítja Kulcsárt. Kulcsár, jó a csel. Kulcs.
Tisza szépen játszotta meg a labdát, miként Mihelic is, Vadnai, Kulcsár. Nem tudja megtartani a labdát most a Debrecen. De Varga remekül lépett közbe, és ezzel akár lehet menni. Bolász! Hát nem. Mihelic. Megemeli a labdát, Jánvári alá szalad, Szejdi lő fölé. Szépen játszik most a Debrecen, Szakály mellett pedig jön Mihelic. Mellette érkezik Korhut, Mihelic el is lőhetni. Korhutnak teszi, Korhut. Egy jó csel, jó lövés nincs be! Oh, de... ja. Meg a hálójában ma két gól. Az egyikben benne volt. Mihelic, nincsen le sem Bolász. Ott van Tisza. Bolász nem adja, nem adja. Föl. Tapad rá szó szerint Korhut, meg is szerzi a labdát a Debrecen. Mihelic. Jó az ívelés, most nincsen lesen Kulcsár, kicsit hosszan vette át. Jön hajra tartotta csak meg a Puskás Akadémia. Bódi Mihelic. Érkezik Szidibe a védők mögött. Szidibe gól helyzetben, nincsen társ középen, de van. Nagyszerűen játszó debreceni csapatból, többen is bekerültek. Forduló válogatottjába Korhut, Mihelic, Zsidai, Szidiba és Szejdi is. Illetve Mitrovic. Mihelic. Tisza, most jó labdát kap Rados! Az eddigi legnagyobb védés. Ő nem alapember, mindössze hatodszor kezdő ebben a bajnokságban. Mihelic, a szép indítás, Mészáros adhatja be, Mészáros belövi, és Szidibe nem tudta. Alkalommal sikerül ez a pápai védőknek. Mihelic, szép keresztbe mozgás, Kulcsár, Szücs. Struhár meglovagolta Szakályt, Szidibe, Kulcsára a kettő, a kettőben kell lejárni. A Liga Kupa meccsen másfél hónap kihagyás után kezden a videóton ellen, a második fél időben, de talán az még nem volt az igazi. Szakály. Hátul a paksiak, de vajon milyen lesz a visszarendeződés minősége? Tisza, Mihelic, egyelőre találnak megjátszható társat a debreceniek, sőt! A gólvonal elől kell kifejelnie Tisza. Csidai becsúszásánál. Mihelic. Ide szépen tette oda a Vadnai. Beközépre és Szidibe elől a mentés. Szakály. Azt mondta, hogy azért lehet ez jó mérkőzés, mert általában a Lofi ellenfelei beállnak védekezni, de a Győrtől nem lehet erre számítani. Ott az első zicser kimarad. Mihelic kérdezte meg Erdős játékvezetőt, hogy na most már jó-e. Belövi középre. Ezek nagyon veszélyesek, ugye az előző mérkőzésen kemenes kapott egy. A hosszabbítás harmadik perce már. És a lecsorgót kivágja végül is Kleinheisler a rövidnél. Bő negyed óra. Ennyi van a rendes játékidőből. Varga csúsztat, és kapu mellé a labda. 22. perc, Mihelic, gyújjon be, Szidibe fejelt fölé. A csapat, eltelt negyed óra, nincs meg a vezetés. Mihelic, ki tud bújni Szidibe, de nem tudja irányítani a fejest. Korhut még be, és látszott itt az ismétlésen, hogy hát a legmagabb biztosabban ért a kapus, hozzájön a szöglet, Szidibe nem tudja befejelni. Pedig 5 percben járunk, letelt az első félidő fele, egyelőre 0-0 az állás, azonban kecsegtető pozícióból Loki szabadrugás, kicsiben végzik el, rá tudnak-e fordulni rá, de elmegy a kapu mellett. Valajca irányítja a többieket, Mihelic szöglete, elég magas, befejelik még a debreceniek.